Önök a Zemplén Televízió szerda esti híradóját látják, jó estét kívánok! Mutatjuk a mai nap legfontosabb híreit. Városfejlesztésről egyeztettek a Sátoraljaújhelyi bizottságok. Turizmus élénkítésre használja a világörökségi címmel járó támogatást Sárospatak városa. Új munkatársak bevonásával fejlődik Sátoraljaújhely szociális ellátása. Amíg 2014-ben 14 pályázat dokumentációját készített el Sátoraljaújhely önkormányzata, idén újabb 15 program kidolgozását valósítják meg a Zempléni városban, derült ki a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság ülésén. Természetesen idén folytatódnak azok a beruházások is, melyek az előző évről áthúzódtak. A Dózsa György utca felújítása is megtörténik, amit szintén az elmúlt évre tervezett az önkormányzat. A Gazdasági Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság különös hangsúlyt fektetett a 2015 évi költségvetés tárgyalása során arra, hogy milyen fejlesztéseket tervez Sátoraljaújhely erre az évre. De nem csak ezt az évet vette alapul, hanem a 2014-2020-as Európai Uniós költségvetési ciklust is, valamint azt, hogy 2014-ről milyen beruházások húzódtak át erre az évre. Van egy néhány olyan fejlesztés, amely részben pénzügyi okok miatt, részben az időjárás miatt átcsúszott 2015-re. Itt tudnám megemlíteni a Dózsa György utcának a felújítását, ami azt hiszem, hogy mindenki számára öröm lesz, hogyha ha készen lesz a város közepén. A Stuller Antal utca járdájának a teljes felújítása, erre is nagyon régen várnak már az ott lakók, és a Hegyei utcában is sor kerül egy járda felújításra, és természetesen még a városrehabilitációs pályázat is fut, meg ott van még a mászófalnak a befejezése, a kötélpályáknak a üzembe helyezése. Most már arra várunk, hogy február végén, ha mindenki és az időjárás is úgy akarja, akkor február 28-a tájékán erre is sor kerülhet. Sátoraljaújhely önkormányzata már az elmúlt évben elkészítette 14 pályázat terveit. Ez év elején újabb 15 pontot határoztak meg arra vonatkozóan, hogy mely területeken lenne még érdemes pályázni. Ezeknek az elemeknek a tervezése is hamarosan megkezdődik. Ebben a 15 pontban szerepel például a Sátoraljaújhelyi várnak a további feltárása. Nagyobb pénzösszegek kerülhetnek erre, a fénytechnikával való bemutatása, úgynevezett histori, történelmi távcsöveknek a kihelyezése, utak, járdák, játszóterek, bölcsöde, óvoda, Mártirok úti óvodának a felújítása. A bizottsági elnök hozzátette, a kész tervek előnyt jelentenek Sátoraljaújhely számára, hiszen ha megnyílnak a pályázati lehetőségek, a dokumentációkat be tudja nyújtani az önkormányzat. A világörökségi cím nemzetközi rang és megbecsülés. Jelentős kulturális, turisztikai és ezáltal gazdasági értéket képvisel. Ezt ismerte fel a magyar kormány, amikor kiemelt forrásokat biztosít a 27 borvidéki település fejlődéséhez. Az állami fejlesztési program részeként Sárospatakon idegenforgalomhoz kapcsolódó fejlesztéseket hajtanak végre. A polgármester tájékoztatása szerint főként a természeti látványosságok elérhetőségén, ismertségének növelésén keresztül kívánják élénkíteni a turizmust. A világ első zárt borvidéke, a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék fejlesztésére a magyar kormány kiemelt forrásokat biztosít a következő években. Első lépések egyikeként a 27 települési önkormányzat részére biztosítottak fejlesztési forrásokat. Sárospatak polgármestere a Fogadóra című műsorunkban beszélt arról, hogy a város már megkezdte a mintegy 170 millió forintos támogatás célzott fejlesztéseit. Arról János azt mondta, főként az idegenforgalomhoz kapcsolódó beruházások
dolgokat hajtanak végre. Az sem titok, hogy a Bodrogpartot szeretnénk továbbfejleszteni, Stéget szeretnénk vásárolni, villamosautókat, kerékpárokat, ebből fogjuk fölújítani, ebből az összegből a kazamatát, ami jelenleg az átadása óta meglehetősen leromlott állapotban, ez a Sarokbástyának a lenti része, a kazamata része. Ebből kívánjuk felújítani, a patakiak csak úgy ismerik, hogy a Marci bácsi féle diszkontnak az épületét. Ebből kívánunk majd még információs pontokat kialakítani. A fejlesztések egy része már elkezdődött, több esetben pedig a közbeszerzési eljárás van folyamatban. A tervek szerint a világörökséghez kapcsolódó beruházások zöggenőmentes eljárásrend esetén már a nyártól a város érdekeit szolgálhatják majd. A 2014. júliusában megalakult Tokaj-Borvidék fejlesztési tanácsnak pedig az a feladata a Borvidék Tokaj-Hegyalja nemzeti program keretében, hogy a fejlesztési célokra elfogadott 100 milliárd forintos összeg a 2014-20-as uniós költségvetési időszak alatt hatékonyan legyen felhasználva, és a felhasználás megfelelően legyen koordinálva. A képviselőtestületi ülést megelőzően az ügyrendi és a kisebbségi, valamint a szociális és egészségügyi bizottság is tárgyalta Sátoraljaújhely önkormányzatának 2015. évi költségvetését. Az ügyrendi bizottság arra a megállapításra jutott, hogy az előzőeknél stabilabb év elé néz a város. Szintén a költségvetést érinti, hogy 4 fővel bővül a foglalkoztatottak létszáma az egyesített szociális intézményben. Az elmúlt évhez képest stabilabb és pozitívabb pénzügyi esztendő elé néz Sátoraljaújhely önkormányzata, mondta az ülést követően az ügyrendi bizottság elnöke. Kiemelte, hogy az elmúlt évhez képest a működési költségek tekintetében pozitívan csökken a tervezet szerint a kiadás és a bevétel. Sebes Péter emellett fontos szerepet nyilvánít a fejlesztéseknek is. A bizottság is és én is a fejlesztési beruházásokat, amelyeket hát egyrészt nyilván örömmel tölt el minden Sátoraljaújhelyt, hogy fejlesztések indulnak, fejlesztések vannak a városban, és ezek a beruházások, illetve ennek a működtetése, ezeknek a működtetése, melyből azt is reméljük, hogy nyilván ez a későbbiekben egy megtérülő beruházás, tehát előbb-utóbb ennek a profitja is le fog csapódni a városban. A költségvetés a Szociális és Egészségügyi Bizottság szakterületét is érinti, hiszen létszámbővítés szükséges az egyesített szociális intézményben. A bentlakásos idősek otthonába 2 fő foglalkoztatottat vesznek fel, és szintén 2 személy kap munkát a házi segítségnyújtás területén. Az idősek otthona szakmai dolgozói létszámának a bővítését az indokolja, hogy a fejlesztési pályázat alapján 62 férőhelyről 70 főre fog növekedni az ellátotti létszám, és a szakmai létszámnorma ellátotti létszámhoz viszonyítja a szakdolgozói létszámot. A házi segítségnyújtásnál pedig 2014 évben 160 főre kapott támogatást a önkormányzat, illetve az egyesített szociális intézmény, és a megnövekedett ellátotti igények miatt kénytelen volt az önkormányzat több ellátottra megkérni a támogatást. Az egyesített szociális intézménybe hetente több kérelem érkezik az idősektől, miszerint szeretnék igénybe venni a házi gondozást. Ezen a területen ez indokolja a létszámbővítést. Borsodabolcs Zemplén megye kultúrájáért kitüntetést kapott Stumpf Gábor, a Sárospataki Művelődésháza és Könyvtára népművelője. Közel 40 éve van a pályán, és mindvégig hű maradt Sárospatakhoz. A pataki szellemiséget közvetíti, munkahelyén kisebb-nagyobb közösségekben is értéket teremt, átörökíti a kultúrát. A díjjal a megyében a megye művelődéséért végzett kiemelkedő teljesítményét ismerték el. A Borsodabolcs-Zemplén megyei népművelők egyesülete minden éven kitünteti azokat a személyeket, akik a megye területén a kultúra ápolása, fejlesztése és a közösségi művelődés érdekében kiemelkedő tevékenységet folytatnak. Idén ezt a díjat Stumpf Gábor, a Sárospataki Művelődésháza és Könyvtára népművelője kapta meg. Majd 40 éve van a pályán. A kitüntetés sokat jelent számára, különösen azért, mert azt a megyében dolgozó népművelők ítélték oda. Leginkább azért jó érzés, mert ezt a díjat, ezt a megye kollégái szavazták meg, mint ahogy minden éven a megyében dolgozó kollégák szavaznak arról, hogy
éppen kikapja, kivehesse át ezt a díjat, és úgy gondolom nagy megtiszteltetés számomra, hogy a kollégák, akikkel egyébként nagyon-nagyon régen együtt dolgozunk, és tényleg nagyon sok úgy gondolom hasznos, szép dolgot megvalósítottunk, úgy döntöttek, hogy idén a Magyar Kultúra Napján én kapjam ezt a díjat. Stumpf Gábor Sárospatakon végezte tanulmányait, majd népművelő szakon szerzett főiskolai, később egyetemi diplomát. 1979-től dolgozik a Sárospataki közművelődésben. Pályafutása során a szakma különböző területeit szervezte és irányította, mára a megye karizmatikus népművelőjeként tartják számon. Gazdag és sokoldalú szakmai munkája mellett aktív közéleti és hitéleti tevékenységet folytat. Kevesen tudják róla, hogy francia borlovag. Énekel a Művelődésháza kamarakórusában, munkájával segíti a Sárospataki Római Katolikus Egyházközséget, népes, összetartó családot irányít. Élete így teljes. A családi szeretet, mellette a Jóistenbe vetett hitem, ami nélkül úgy szintén úgy meggyőződésem, hogy nem lennék itt. Három szívműtéten vagyok túl, tehát nem véletlen mondom, és azért ezek bizony gyerekkorban egészen más jelentettek, mint mondjuk már felnőtt korban. Úgyhogy, és emellett aztán igyekszem még azért, ahogy említetted a zenét, tehát a zene az nekem, az gyerekkoromtól tulajdonképpen ott van az életemben. A Borsodabaúj Zemplén megyei Népművelők Egyesülete a Magyar Kultúra Napján Sajó Szentpéteren szervezte azt az ünnepséget, melyen a megye kultúrájáért díjjal tüntették is Stumpf Gábort. A méltatásban az hangzott el, hogy munkájával mindig a minőségi magyar kultúra ügyét szolgálta, és szolgálja ma is. Az iskola előtt álló gyerekeket és szüleiket várta a Sátoraljaújhelyi Petőfi Sándor Református Általános Iskola. A játékos foglalkozás során a jelenlévők megismerkedtek a leendő elsős tanítónénikkel, az oktatási intézmény légkörével. A program célja az volt, hogy a szeptemberi iskola kezdés során a kicsik ne idegen környezetbe kerüljenek, hanem ismerős arcokkal találkozzanak. Farsangi hangulatban telt a Sátoraljaújhelyi Kisrefi iskola betekintő foglalkozása. A programon a gyerekek és szüleik közösen vettek részt. A leendő elsős osztályfőnökök játékokon keresztül igyekeztek megbarátkozni a kicsikkel, a felnőtteknek pedig bemutatni az oktatási intézményt. Mi voltunk már az előző foglalkozásokon is, nagyon megtetszett nekünk az iskola. A kislányom is ide jár, most elsős. És én úgy gondolom, hogy nagyon jó a gyerekeknek, hogy azért majdnem minden hónapban van valami rendezvény, vagy felkészültség, és hogy tudják, hogy mégis februárban mit ünneplünk, hiszen még óvodás, úgyhogy nálunk is az óvodában most lesz a farsang, úgyhogy nagyon várják a gyerekek, úgyhogy örültünk ennek is, hogy itt lehetünk az iskolába, és itt is részt vehetünk a farsangi felkészültségen. A gyerekek aktívan bekapcsolódtak a tanítónénik vezette játékokba, ám mindegyiknek akadt kedvence a szórakoztató programok között. Nekem most ez a színezés. Szereted a farsangot? Igen. És mit színezel? Cicát. Ez lesz az állarcod? Igen. Nekem azt tetszett a legjobban, amikor győztem a játékba. Melyik játékban győztél? Amiben kellett adogatni a hóembert. A gyerekeknek, szüleiknek és a tanároknak egyaránt fontos az ismerkedés. Ezért szerveznek az iskolában rendszeresen betekintő foglalkozásokat. Ezáltal mindenki számára könnyebb lesz a szeptemberi tanévkezdés. Nekünk is sokkal könnyebb, egyrészt ugye már megismerjük a gyerekeket is, akár név szerint is, úgyhogy már ez is egy kicsikét közelebb hoz minket hozzájuk, illetve látjuk már itt, hogy ki milyen módon kapcsolódik be a játékokba, a foglalkozásokba, hogy ki mennyire bátortalan, esetleg bátrabb, és tudjuk így segíteni nekik az iskola kezdést. Márciusban újra várja az iskola kezdés előtt álló gyerekeket az oktatási intézmény. Akkor a foglalkozás középpontjában az állatok lesznek. A szülőket pedig nyílt napra várja Kisrefi, melyen tanítási órákat tekinthetnek meg.
Az Amerikai Magyar Múzeum, a Sárospataki Képtár és Sárospatakváros önkormányzata Domján József élete és munkássága címmel pályázatot hirdetett középiskolás diákok számára. A pályázat célja Domján József, a 20. század egyik legjelentősebb fametsző mestere életének és munkásságának megismerése és bemutatása a diákok szemével. Április 10-éig várják a fiatalok pálya munkáit Domján József munkásságáról. A világhírű fametsző mester életét, munkásságát kérik feldolgozni és bemutatni a szervezők. Az Amerikai Magyar Múzeum, a hagyaték gondozója, a Sárospataki Képtár, valamint Sárospatakváros önkormányzata hirdették meg a pályázatot középiskolások számára. Tulajdonképpen azt szeretnénk elérni, hogy minél több diák foglalkozzon ezzel az életművel, és ezt mi egy pályázat formájában képzeljük el, ahol a diákok a saját belátásuk szerint három különböző technikában dolgozhatják fel ezt az életművet, lehető legszabadabb gondolatok mentén is akár. A lényeg az, hogy megismerkedjenek ezzel a munkássággal, a kiállítással, a művekkel. A három kategória, amelyben várják a pályaműveket, esszéírás 4 maximum 10 oldal terjedelemben. Nem az önéletrajzi adatokra, a munkásság hatására kíváncsiak inkább a pályázat kiírói. Fotó és prezentáció készítése a következő kategória, míg a harmadik terület 3 maximum 10 perces kisfilm készítése. Az elmúlt évben Andrássy Kurta János életéről, munkásságáról várták a pályaműveket, amely nagy sikert aratott a fiatalok körében. Többen akkor maradtak a komolyabb hangvételi feldolgozásmód mellett, de számos kreatív pályamunka is érkezett, ezt várják most is. És hát egy jó részük, és ezeket inkább díjaztuk, olyan volt, ami kimondottan a fiatalok megközelítését tartotta fontosnak. Voltak egészen humoros munkák is, külön díjaztuk is ezt a hozzáállást a dologhoz, hogy nem mindig ilyen nyögvenyelős, nagyon komolykodósra vegyék a gondolataikat a fiatalok. Reméljük, hogy most is érkeznek majd kreatív munkák. Domján József művészete még inkább alkalmas egyébként az ilyenfajta feldolgozással, mint egy korábban Andrássy Kurta János művészete volt. A tavaszi pályázati határidőt követően szakértő zsűri véleményezi majd az alkotásokat. Az első 3 helyezett értékes tablettel gazdagodik, a külön díj egy okostelefon. A díjazott pályamunkákat a nagyközönség számára is bemutatják majd. Híradónk végén mutatjuk főbb híreinket még egyszer röviden. Városfejlesztésről egyeztettek a sátoraljaújhelyi bizottságok. Turizmus élénkítésre használja a világörökségi címmel járó támogatást Sárospatak városa. Új munkatársak bevonásával fejlődik Sátoraljaújhely szociális ellátása. Kedves nézőink, itt az Emplén Televízióban hamarosan a mai Sátoraljaújhelyi képviselőtestületi ülést láthatják, majd 22 óra 10 perctől hírműsorunk ismétlését tekinthetik meg. Friss hírekkel pedig legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. További szép estét kívánok, viszontlátásra!